Ez az egyik része annak a 427 hektáros területnek, amellyel Nyíregyháza önkormányzata nemrégiben kibővítette a Debreceni úti déli ipari parkot. Hamarosan komoly építkezések kezdődnek itt meg, a dél-korai W-Scope hozza létre első európai üzemét. A vállalat elektromos autók akkumulátorához szükséges eszközöket gyárt majd. A megállapodást Budapesten a Külgazdasági és Külügyminisztériumban jelentették be. Sok országot megvizsgáltunk abban a tekintetben, hogy hol érdemes beruháznunk. Hamar meggyőződtünk arról, hogy Magyarország infrastruktúrális és gazdasági környezete a legjobb választás számunkra. Kapacitásunk rekordot jelentő, évi 1,2 milliárd négyzetméternyi innovatív szeparátorfilm legyártását teszi lehetővé. 2023-tól szeretnénk biztos beszállítói lenni partnereinknek. Vinai Győző országgyűlési képviselő szerint az elmúlt évtized gazdasági növekedésének köszönhető, hogy a dél-koreai cég Nyíregyházát választotta. A politikus azt mondta, elsősorban a térség fejlődése és a szakképzett munkaerők száma csábította ide a vállalatot. Nyíregyháza gazdaságfejlesztése töretlen, a háttérinfrastruktúra, mind a közlekedési infrastruktúra, mind a logisztikai infrastruktúra és az oktatás, a szakképzés is nagyon magas színvonalú, úgyhogy a koreaiak döntésében ez bizonyára szerepet játszott. Szeretném megemlíteni, hogy a szakképzett munkaerő biztosítása az számunkra nagyon fontos, hogy meglegyen itt a mérnöki gárda a megfelelő szakképzettség. Mintegy 1200 ember fog dolgozni ebben a gyárban a beüzemelés után és a felfutás után. Kovács Ferenc Nyíregyháza polgármestere azt mondta, a dél-koreai vállalat az első partnere a városnak, amely a kibővített déli ipari parkot választotta. Az önkormányzat hosszú távon megbízható partnert lát a beruházóban. A W-Scope vezetőjével, mert az első találkozásunkkor egy rendkívül jó kooperatív kapcsolat jött létre, és ez végig fenn is maradt. És én biztos vagyok benne, hogy ugye a döntés megszületett, a bejelentés megtörtént, de kezdődik majd az építkezés, és majd ebben a szakaszban is nagyon fontos, hogy együttműködésük, és azt követően is, amikor a gyár majd működni kezd. Arról beszéltünk a kóúrral, hogy mindent megteszünk, a cég otthon érezze magát Nyíregyházán, és ők pedig érezzék azt, hogy itthon vannak. Az autóipar már a magyar gazdaság egyik legfontosabb gerincoszlopát jelenti. Erről már Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter beszélt. Számokkal alátámasztva mindez azt jelenti, hogy mi 2010-ben 3600 milliárd forint volt a szektor termelési értéke, 2021-ben ez 9400 milliárd forintra emelkedett. A tárca vezető hangsúlyozta, a dél-koreai cég 290 milliárd forintot investál az új üzem felépítésére. Ezzel ez az eddigi legnagyobb beruházás az idei évben Magyarországon. Megtiszteltetés számunkra, hogy ez a beruházás itt jön létre. Mint mondtam, több ország szerette volna ezt a beruházást magához édesgetni, és nyilvánvalóan fontos szerepe volt a W-Scope döntésében annak, hogy a koreai vállalatok immár a negyedik legnagyobb beruházói közösséget alkotják itt Magyarországon, hiszen az SK Innovation és a Samsung SDI, amelyek a világ legnagyobb elektromos akkumulátorgyárai közé tartoznak, hatalmas gyárakat működtetnek és építenek jelenleg is Magyarországon. Ezek a vállalatok fontos partnerei a W-Scope-nak. Örülünk annak, hogy bebizonyosodott, hogy ebben az iparágban egy-egy beruházás újabb és újabb beruházásokat vonz. Szijjártó Péter hozzátette, Dél-Korea manapság az egyik legfontosabb gazdasági partnere Magyarországnak. 2019-ben és 2021-ben is a távol-keleti országból érkezett ide a legtöbb beruházás, a két ország közötti külkereskedelmi forgalom pedig tavaly az 5 milliárd dollárt is megközelítette.